Ross Rosenberg Az emberi mágnes szindróma Miért szeretjük azokat, akik bántanak minket? Méltatás Amióta világ a világ, rejtély, hogy az emberek miért és hogyan választanak párt maguknak. Még rejtélyesebb, hogy egy kapcsolat kudarcba fulladása után sokan miért választanak ismét ugyanolyan párt maguknak, miért játszák el ugyanazt a drámát, még akkor is, ha az előző kapcsolatokban érzelmi és fizikai bántalmazást szenvedtek el. Ross a témában írt első könyvében rávilágít arra, hogy milyen erő vonza egymáshoz a szerelmeseket. Második könyvében pedig a romantikus vonzódás árnyoldalait veszi górcső alá, és jól kivilágított utat mutat a tragikus sorsú, narcisztikus és társfüggő szerelmesek számára, hogy megértsék helyzetüket, és a jövőben egészségesen tudjanak kötődni. Harville Hendrix PhD és Helen Lakelli Hunt PhD, számos a New York Times bestseller listáját vezető könyv, többek között a Getting the Love You Want, vagyis Kap meg a szeretetet, amelyre vágysz, és a Receiving Love, a szeretet befogadása szerzői. Ross Rosenberg legújabb könyve felbecsülhetetlen értékű ismeretanyagot, tapasztalatot, fogalmi és személyes betekintést, valamint hasznos eszközök és tippek egész kincses tárát nyújtja át olvasóinak. Rossz munkája jól kidolgozott és hiteles, amelyel hatalmas segítséget nyújt azoknak, akik az egyik legnehezebben kezelhető személyiségtípussal folytatott kapcsolatuk következményeiből szeretnének kigyógyulni. Könyvében bemutatja azokat az eszközöket, amelyekkel az egész eddigi életünkben bennünk dolgozó helytelen mintákat egészségesekké alakíthatják. Wendy T. a Disarming the Narcissist, a narcisztikus lefegyverzése bestseller szerzője, a New Yorki Kognitív Terápiás Központ alapítója és klinikai igazgatója, valamint a Kognitív Terápiás Központ és Sématerápiás Intézet oktatója. Köszönöm Istenem, hogy elküldted hozzánk Ross Rosenberget! Népszerű könyvének új kiadásában olyan korábban meg nem nevezett tényezőket azonosít be, amely az emberek jelentős részét fenyegetik, és arra hajlamosítják, hogy potenciálisan romboló kapcsolatokba kezdjenek bele. Ross nem csak beazonosítja és megnevezi az emberi mágnes szindrómát, de személyes tapasztalataiból kiindulva és azokat elmesélve izgalmas és lebilincselő módon mutatja be. A metaforák nagymestereként Ross nem csak újra definiálja a társfüggőség fogalmát, hanem el is magyarázza az olvasók számára érthető és hasznosítható módon. A fejezetek mélyebb betekintésre ösztönző kérdésekkel zárulnak, amelyek segítenek az olvasónak abban, hogy elgondolkodhassanak magukon, gyermekkorukon és jelenlegi életükön. Rossz nem azt mondja, hogy mindenért a narcisztikus személy a hibás, a társfüggő pedig csupán áldozat. A helyzetet egyfajta bonyolult táncként írja le, és elmagyarázza, hogy milyen szükségletei vannak a feleknek ahhoz, hogy teljesnek érezzék magukat. A The Human Magnet Syndrome első kiadása éveken át megtalálható volt pszichoterápiás rendelőn várótermében. Alig várom, hogy a megértés és gyógyulás forrásaként az új kiadást is meg tudjam mutatni klienseimnek, barátaimnak és kollégáimnak. Johnny Webb, PhD, pszichológus, blogger, két bestseller, a Running on Empty No More, Transform Your Relationship, vagyis soha többé üres a avagy hogyan alakítsd át kapcsolataidat, és a Running on Empty Overcome Your Childhood Emotional Neglect, vagyis soha többé üres tankkal, hogyan küzd le gyermekkori elhanyagoltságot traumáját című könyvek szerzője. Rossz magasan képzett pszichoterapeutaként világosan érti a társfüggőség és a narcizmus dinamikáját. Rettenetesen összezavarodtam, amikor társfüggőséggel diagnosztizáltak, Mindenképpen meg akartam érteni, hogy a gyermekkoromban történtek, miképpen járultak hozzá ahhoz, hogy felnőttként narcisztikusokhoz vonzódjak. Az Emberi Mágnes Szindróma volt az egyik olyan könyv, amely segített megértenem, hogy gyermekkori tapasztalataim miként vezettek odáig, hogy elhiggyem magamról, hogy nem vagyok elég, és ezzel hogyan ágyazták meg társfüggővé válásomat. Rossz legújabb könyve még lényegre törőbb, még informatívabb és még átfogóbb, mint az első. Ha te is társfüggőségben szenvedsz és hozzám hasonlóan szeretnéd megérteni, hogy múltad miképpen alakítja jelenedet, akkor ez a könyv nagyon sokat adhat neked. Ha pedig mentális egészséggel foglalkozó szakember vagy, aki szeretné klienseit még jobban megérteni, akkor ez a könyv neked szól. Gratulálok rossz az újabb szerelem gyerekethez! Lisa A. Romano, önsegítő youtuber, okleveles kócs és hat könyv szerzője, többek között a The Road Back to Me vagyis visszatalálás önmagamhoz írója. Ross Rosenberg legújabb emberi mágnes szindrómáról szóló munkájának hála egyre több és több ember ismerheti fel, hogy gyermekkori kötődési traumái miképpen járultak hozzá ahhoz, hogy felnőttként elidegenedjen magától, másoktól és az egész világtól. Ross a téma abszolút úttörője, munkája sokak számára elhozza azt, amire régóta áhítoztak. Megértést és választ eddig megválaszolatlan kérdéseikre. Többek között arra, hogy miért maradnak benne nagy fájdalommal járó kapcsolatokban. Ám ennél is fontosabb, hogy rossz megmutatja, hogyan kezdjük el begyógyítani régi sebeinket a későbbi egészségesebb kötődések érdekében, hogy jövőbeli kapcsolatainkban egyensúlyba kerüljön az adás és a kapás. Minden terapeutának, tanácsadónak, egészségügyi szakembernek és azoknak is el kell olvasniuk, akik mérgező kapcsolatok börtönében sínlődnek. Ingeborg Bosch, bestseller szerző, nemzetközileg elismert tréner, pszichoterapeuta és tanácsadó, a múlt valóságának integrálása, past reality integration, elnevezésű pszichoterápiás módszer megalkotója és öt bestseller könyv, többek között az Our Love, szerelmünk írója. Ajánlás Ezt a könyvet feleségemnek, álmaim társának, Correll Crawford Rosenbergnek ajánlom, aki úgy szeret engem, ahogy korábban senki más, a legcsekélyebb megingás nélkül. Szerelme bátorítást adott, hogy szembenézzek önmagammal, felfedezzem, ki is vagyok valójában, hogy tanuljak hibáimból, és olyanná váljak, ami ennek mindig is lennem kellett volna. Kisé önmagát is feláldozva támogat és lehetővé teszi, hogy kövessem álmaimat. Ezért és számos egyéb dologért is örökké hálás leszek. Neki köszönhetem, hogy megismertem az igaz és múlhatatlan szerelmet, és azt a házasságot, ahol a feleséged a legjobb barátod, a társad és a szerelmed. Korrel, szerelmem, nem tudok elég hálás lenni neked. A könyvet egyetlen gyermekemnek, Benjamin Rosenbergnek is ajánlom, akinek létezése csodálattal, nyugalommal és a tökéletesség megértésével tölt el. Szenvedélyes és független szelleme, magabiztossága megtanított arra, hogy a szülők problémájának nem kell feltétlenül átokként rászálnia a gyermekre. Ben tiszta szíve, mások iránt tanúsított feltétlen szeretete és inspiráló ötletei arra emlékeztetnek, hogy a jó apa mércéje nem csupán az, hogy mit és hogyan tesz, hanem az is, hogy milyenné válik a gyermeke. A könyvet sógornőmnek, Carla Crawfordnak is ajánlom, akit szeretete, tisztelete és gondoskodása miatt olyannyira szeretek. Megismerve őt, szenvedélyét, küzdelmeit, tanúként végignézve a túlélésért folytatott harcát, Rádöbbentem múlandó életünk értékeire, és arra is, hogy mennyire fontos, hogy megingathatatlan céltudatossággal, tisztelettel és megbecsüléssel éljük. Végül pedig elhunyt édesanyámnak, Miki Rosenbergnek is szeretném ajánlani könyvemet, akinek feltétlen szeretettől és együttérzéstől túlcsorduló szelleme örökké él a szívemben, és a könyv minden egyes oldalába beleívódott. Végül pedig azoknak ajánlom írásomat, akik kétségbeesetten próbálják letenni folytogató érzelmi terheiket, és hatalmas bátorsággal haladnak az önszeretett bősége felé vezető kanyargós, nem egyszer veszélyes ösvényen. A siker nem jelentene semmit, ha az olvasók nem tudnának profitálni belőle. Ők tették lehetővé, hogy valóra váltsam azt a kamaszkori álmomat, hogy hozzátegyek valamit a világhoz. Együtt vittük véghez mindezt, és hálás vagyok, amiért csatlakoztál hozzám, hogy gyökerestül írtsuk ki a társfüggőséget, azaz az önszeretet hiányos állapotot. Köszönet nyilvánítás Sikereimet nagyrészt feleségemnek, Corel Crawford Rosenbergnek köszönhetem, aki éveken át feláldozta magát értem. Éjjeleket és hétvégéket töltött egyedül minden zokszó nélkül, mert hit bennem, és feltétel nélkül támogatta álmaimat. Mindig tele van ötletekkel. Közülük néhány valamilyen formában ebben a könyvben is helyet kapott. Megnevettet, felemel, amikor arra van szükségem, és rendíthetetlen szeretetével extra inspirációt ad. Szenvedélyelteli életet élünk, és kihozzuk magunkból azt a maximumot, amelyre nélküle talán nem is lennék képes. Kétség kívül ő a lelkitársam. Amikor 2017. februárjában sógornőmmel elkezdtünk a közös munkáról beszélgetni, mindenki, aki ismer minket, azonnal rávágta, hogy ezeknek biztos elment az eszük. Egyfajta bágy-nővér kapcsolata miénk. Nem mindig értünk egyet, és nem is félünk elmondani a másiknak a véleményünket. Ennek ellenére belevetettük magunkat a közös munkába, és most ő az ügyvezető igazgatóm, a jobb kezem, az, aki a józanság talaján tart, és akiben megbízhatok. Szükség esetén akár még szombaton is hátrahagy mindent, hogy megszerkeszen egy fejezetet, hogy határidőre elkészüljünk. Ott van a spontán ötleteléseken, erősíti önbizalmamat azzal, hogy a könyv nagyszerűségéről beszél, és ezt valóban így is gondolja. Elválaszthatatlanok vagyunk, mind az üzleti, mind a magánéletben. A fiam Benjamin. Mit is mondhatnék róla? Olyan fiatal emberré vált, akiről csak álmodni mertem végtelenül támogató, mindig elmondja a maga 20 évesekre jellemző véleményét és visszajelzéseit. Kedves és nagylelkű, rengeteg nagyszerű beszélgetés áll mögöttünk. Bár már nem lakik otthon, mégis úgy érzem, hogy úgy kötődünk egymáshoz, mint még soha. Büszke vagyok arra, amilyen férfivé vált. Anyósom, Linda Crawford ösztönösen tudja, hogy mikor van szükségem arra, hogy azt halljam, hogy édesanyám mennyire büszke lenne rám, ha még élne, és hogy második édesanyámként ő pontosan ugyanolyan büszke. A társszerző Karen Kaplan az önszeretet és az önszeretetben való megújulás elhivatott nagykövete. Ő az egyik legjobb barátom és egyik legfőbb bizalmasom. Amikor 12 évvel ezelőtt találkoztunk, egyikünk sem gondolta volna, hogy mindketten könyvet fogunk írni gyermekkori traumáinkról, és arról, hogy mennyire fontos a sebek begyógyítása. Könyve a Descendants of Rygrod, Learning to Forgive, vagyis Rygrod leszármazottai, megtanulni megbocsátani, egyfajta katalizátorként indított el a személyes fejlődés és érzelmi gyógyulás útján. Jó barátom Dave Siegel egész életemet megváltoztatta a YouTube bemutatásával, Neki köszönhetően váltam részesévé annak a globális közösségnek, amelynek tagjai velem együtt osztoznak az önszeretetben való megújulás és a társfüggőségből való kilábalás örömében. Ő írta, ő volt a producere, ő játsza és énekli a Human Magnet betét dalát, amely minden bizonyal az egyik, valaha is kapott legjelentősebb ajándék. Hálás vagyok azért, hogy a barátom. Melody Bitti, a téma úttörője, aki volt olyan kedves, hogy elolvasta a könyvemet, és tetszett is neki, jóvá hagyta, és hitelesnek tartotta. Új szerzőként hatalmas szükségem volt erre. Bölcs tanácsainak és iránymutatásainak hála az elmúlt évek során nagy lépéseket tettünk meg annak érdekében, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a társadalmunk jövőjét is kritikusan érintő problémára. Az első kiadóm, a PESI, megadta a lehetőséget számomra egy gyakorlatilag ismeretlen szerző számára, hogy munkásságomat az egész ország nyilvánossága elé tárhassam. Javaslataik és a könyv kiadására vonatkozó hajlandóságuk olyan ajtókat nyitott meg előttem, amelyeket önerőből nagyon nehezen tudtam volna kinyitni. Hálás vagyok barátomnak, Jonis Webnek is, a Running on Empty sorozat szerzőjének, akinek tanácsai olyanok voltak számomra, mint a jelzőfények az éjszakában. Ismerek néhány olyan tehetséges szerzőt, akik emberileg is kedvesek és a szakmájukban is kiválóak. Ő pont ilyen. Corin Casanova érzékeny és őszinte. Hatalmas segítséget nyújtott a fejlesztésben és a tartalom szerkesztésben. Segített kiigazodni és átevezni a kiadói világrejtelmein. Mindig mellettem állt. Marissa Jackson szívét, lelkét beletette a könyv dizájnjába. Munkáját a részletekre való odafigyelés, a kreativitás, a szenvedélyesség és az intenzivitás jellemzi. Rendkívül türelmes és tehetséges. Nagyon szerencsés vagyok, hogy egymásra találtunk. Hálával tartozom a publicista Kristin Kingnek, TMG International, aki hihetetlenül optimistán és izgalommal telve állt hozzá könyvemhez, és ezzel elhitette velem, hogy a legmerészebb álmaink is valóra válhatnak. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani a Morgan James Publishingnek, azon belül is David Hancocknak és csapatának. Hatalmas öröm volt számomra egy olyan céggel együtt dolgozni, amely ennyire fedhetetlen és etikus. Előszó Sokszor előfordul, hogy a nagyobb minták rejtélyesnek, céltalannak, vagy akár összefüggéstelennek tűnnek, de az is megesik, hogy teljesen észrevehetetlenek. Ám idővel mégis kezd kirajzolódni a kép. Annak története, hogy miért pont én írhattam meg ennek a könyvnek az előszavát, kiváló példa mindenre. Menjünk vissza 1990-be, Ekkor jelent meg az első könyvem, amely az Iron Man Family Outing, Poems About Transition into a More Conscious Manhood, vagyis a vasember családi kiruccanása, versek a tudatosabb férfivá válásról címet viseli. Hatalmas reményeket fűztem a könyvhöz, ám az érdektelen és lelkiismeretlen kiadó miatt egy sor kudarccal kellett szembenéznem. Hat hónapon belül rá kellett döbbennem arra, hogy van 1500 példányom a könyvből, Érdeklődő viszont egy száz sem. Elkeseredetten és csüggettem, fogtam a felbontatlan dobozokat, és elrejtettem őket a kamra mélyére. Nem írtam többet publikálásra, mert úgy hittem, hogy senkit sem érdekel. Nincs miért és kivel megosztanom írásaimat. Tizenhét évvel később azonban a következő ötlettel ébredtem. Mi lenne, ha odaadnám ezeket a könyveket azoknak az embereknek, akik a hasznát vehetik? De mégis kinek? Felmentem az internetre, és elkezdtem kutakodni olyanok után, akik férfiakkal, gyermekkori bántalmazás túlélőivel, elszenvedőivel, elhanyagolt és traumatizált gyermekkort megélt emberekkel foglalkoznak. Olyan embereket kerestem, akiket esetleg érdekelhet egy F-fajta könyv. Elhatároztam, hogy olyanoknak adom oda, akik jó célra tudják használni, akik segíteni tudnak mások gyógyulásában. Ugyanis a könyv megírásának eredeti célja is ez volt azt se bántam, hogy ingyen adom oda az összeset. Kerestem, kutattam, összeállítottam egy név és címlistát, majd küldtem egy rövid levelet, amelyben leírtam, hogy miről szól a könyv, és felajánlottam egy-egy ingyenes példányt. Eleinte klasszikus leveleket írtam, borítékba tettem, feladtam a postán. Így ment ez hat hónapon keresztül, majd végül e-mailre váltottam, de ekkor még nem volt honlapom, és semmilyen más weboldalon sem voltam jelen, teljesen ismeretlenül próbáltam meg túladni egy olyan 17 éve íródott versköteten, amelyről senki sem hallott. Az egyik címzet Ross Rosenberg volt. Fogalmam sincs, hogy miért gondoltam azt, hogy talán pont neki kellene felajánlanom az egyik példányt, de bármiért is gondoltam, így jól tettem. Válaszolt. Azt mondta, hogy értekli. Így elküldtem neki egy példányt. Hát, így találkoztunk. Az alatt a kevesebb, mint tíz év alatt mióta rosszal találkoztam, az Illinois Buffalo Grove-ban dolgozó személyzeti tanácsadóból nemzetközileg elismert szakértő lett a narcizmus, a társfüggőség, a trauma és a szexfüggőség területén, és nem mellesleg beszellerszerzővé is vált. Megalapította saját tanácsadó központját, majd tréningekkel, szemináriumokkal és képzésekkel foglalkozó cégét is elindította. Van egy igencsak népszerű YouTube csatornája is. Rövid időn belül, nem sokkal azután, hogy 2008. januárjában elküldtem neki a levelemet arról, hogy szeretnék neki felajánlani egy ingyenes példányt könyvemből, világszintű influencerré és gondolatvezérré vált. Hogy miért osztom meg ezt az olvasókkal? Azért, mert a világ tele van sérült emberekkel. Sokan közülük nem is tudják, hogy azok. Nem tudják, hogy ezek a sérülések miképpen befolyásolják gondolataikat, felfogásukat, viselkedésüket, egy szóval az életüket. Sokakban ott van a gyógyulás és a gyógyítás magja, amellyel nem csak saját sebeiket, de mások sebeit is beszeretnék gyógyítani. Rossz ilyen ember. Ahogyan én is. Rossz többször elmondta, hogy a könyvem olvasása segített megnyitni az utat saját könyve megírása felé ennek a könyvnek a megírása felé. Ilyen váratlan eredménye lett annak, hogy elküldtem neki azt a levelet. Pont ez az, amiről az előszó elején beszéltem. A nagyobb minták nyilvánvalóan nem szándékos és gyakran kifürkészhetetlen kirajzolódásának csodájáról. Majdnem két évtizeden át meg voltam győződve arról, hogy a munkám értéktelen, de tévedtem. Egyszerűen nem akkor jött el az ideje. Amikor viszont elérkezett, akkor hatalmas szerencsém volt, mert találkoztam egy olyan emberrel, aki várta a pillanatot, hogy végre átlépje a küszöböt, és gondolatai szárba szökkenjenek. Sosem lehet tudni, hogy kinek a javát fogja szolgálni az, amivel saját sebeidet gyógyítottad be. Ez lehet valami, vagy akár valaki rendkívüli, amelyre, vagy akire sosem számítottál. Rossz és munkája meglehetősen rendkívüli, minden értelemben. Olvasd örömmel a könyvet, hasznos is belőle a lehető legtöbbet, a lehető legjobb módon. Majd gyógyulásoddal lépj ki a világba. Rick Belden, költő, szerző, művész, kócs. Austin, Texas. Bevezetés. Minden olyan gyorsan történt. Nagyon gyorsan. Hat évvel ezelőtt a prominens Egyesült Államokbeli Training cég, a PESI, azzal keresett meg, hogy érdekli őket a tréningem, amely a Codependence and Narcissists, Understanding the Attraction, vagyis társfüggőség és narcizmus, a vonzalom megértése címet viseli. Az általam kidolgozott tréning iránti érdeklődésük hízelgő volt. Izgatottá is váltam, hiszen felkérésük kell, hogy saját anyagaim alapján pszichoterapeutáknak, illetve a nagy közönségnek tartsak tréningeket a társfüggőségből való felépülésről, valóra vált egy álmom. Mint minden vonzó dologban, ebben is volt egy csapda. A Surviving Emotional Manipulators vagyis hogyan éljük túl az érzelmi manipulátorokat című pop-pszichológiai tréningen kellett volna előadnom. Azt gondolták, hogy a cím remekül passzol tevékenységemhez, de én nem akartam, hogy a nehezen besorolható érzelmi manipulátor kifejezést társítsák hozzám. Nyilvánvalóvá vált, hogy sokkal inkább a marketing és a reklám kedvéért választották, nem pedig szakmai célzattal. Sokat tépelődtem az ajánlaton, mivel az elveimmel ellentétes volt, hogy megszépítsem vagy elferdítsem az igazságot. Habár a cég biztosított arról, hogy igen sok résztvevője lesz ezeknek az előadásoknak, nem akartam belemenni abba, hogy a szócsövük legyek, és a kedvükért félredobjam elveimet. Ez semmiképp sem szerettem volna, még akkor sem, ha ilyen karrier lehetőség az életben csak egyszer jön szembe az emberrel. Azt is megalázónak éreztem, hogy sútba kellett volna hajítanom vadonatúj, társfüggőségről és narcizmusról szóló tréningemet egy olyan dolog miatt, amelyben nem is hiszek. Azt sem tetszett, hogy elvárás lett volna legalább havi egyutazás, amely során három napos szemináriumot kellett volna tartani. A döntést az is megnehezítette, hogy épp csak hat hónappal azelőtt alapítottam és nyitottam meg a Clinical Care Consultants, klinikai gondozó tanácsadók központot az Illinois Arlington Heights-ben, ahol hetente 30 kliensnek nyújtottam pszichoterápiás szolgáltatásokat. Nagyon frusztráló volt az erkölcs és a szakmai előrejutás közötti dilemma. Aztán egy isteni szikrának és némi kreatív gondolkodásnak hála sikerült meggyőznöm a PESI-t arról, hogy az általam kifejlesztett társfüggő narcisztikus tréning mentén haladjunk, méghozzá úgy, hogy lecseréljük a patológiás narcizmus koncepcióját és a PESI által preferált érzelmi manipuláció kifejezést használjuk. Így a problémánk meg is oldódott. Saját anyagaimból dolgozhattam, ők pedig megtarthatták hangzatos címüket. Olyan kompromisszumot kötöttünk, amely mindkét fél számára kielégítő volt. Az igen nagy sikernek örvendő, 26 állam 60 városában tartott tréning sorozat kellős közepén jártam, amikor a PISI újabb, életre szóló lehetőséget kínált fel. Egy könyvszerződést. Biztosak voltak benne, hogy a tréning anyagát könnyedén könyvformába lehet önteni, és a mű kétségtelenül bestseller lesz. Izgatott táváltam és megtiszteltetésnek éreztem az ajánlatot, de ismét szembe találtam magamat az érzelmi manipulátor kifejezéssel. Habár jelentését kiterjesztettem, hogy lefedje a valós diagnosztikai kifejezést, mégis elleneztem, hogy címként a borítóra kerüljön. A maximum, amit tehettem, az volt, hogy beleegyeztem, hogy a kéziratban használni fogom ahogyan a tréningek során is. Bár számomra ez sem volt éppen ideális, mert a tréningeken is rossz áizzel használtam annak ellenére, hogy egy aláírt szerződésben lemondtam a címadás jogáról, mégis tartottam magamat az álláspontomhoz. Mivel ez személyes és szakmai szempont is volt, nem változtattam a véleményemem. Ez egy újabb, komoly dilemma volt, így végül feleségemhez fordultam tanácsért. Megkönnyebbültem, amikor azt mondta, hogy támogat, ha a szerződés felbontása mellett döntök. Így a lehetséges következmények ellenére kitartottam álláspontom mellett. Tele voltam szorongással, ugyanis attól féltem, hogy egy jó kis pert is a nyakamba akasztanak, arról nem beszélve, hogy valószínűleg soha nem fogok újabb ajánlatot kapni tőlük semmiféle könyvkiadásra. A gondjaim gyakran alvás közben oldódnak meg. Számtalanszor előfordult már, hogy egy személyes vagy szakmai problémán gyötrődve feküdtem le, de ébredéskor minden tisztán láttam és megtaláltam a megoldást a feleségemmel való beszélgetés utáni reggelen, még félálomban azt motyogtam magamban, hogy emberi mágnes szindróma. Valódi heuréka pillanat volt ez. Úgy éreztem, hogy az ég küldte ezt a sugallatot. Nem csak a kiadó villanyozódott fel a címjavaslat hallatán, de én is képes voltam magam mögött hagyni az egyet nem értésünkből fakadó feszültséget, és együtt örülhettünk az új projektnek. Végre eljött az idő, hogy megszabaduljak a túlságosan is hétköznapi, érzelmi manipulátor terminológiától. A patológiás narcizmus, amelyet eredetileg is használni akartam, sokkal pontosabb kifejezés, el is foglalta jól megérdemelt helyét az emberi mágnes szindrómáról szóló munkámban. Elérkezett az idő arra is, hogy szélesítsem az emberi mágnes szindrómával és az én folytonossággal kapcsolatos elméleteimet is. Mindez annak az öt évnek a csúcsa, amelyet az emberi mágnes szindrómáról való elmélkedéssel és felfedezéssel töltöttem. A könyv segítséget nyújthat a szakmabelieknek, ahogyan az általános olvasóknak is, de azoknak fog a legjobban tetszeni, akik az emberi mágnes szindrómát és az életükre gyakorolt hatását szeretnék megismerni. Ez egy univerzális jelenség, kultúrától, etnikai csoportoktól, Politikai meggyőződéstől, nyelvtől és egyéb valós vagy kitalált csoportosítástól független. Éppen ezért nagyon büszke vagyok arra, hogy le lett fordítva spanyolra, franciára, és hamarosan cseh nyelvre is. A könyv segít megérteni és elfogadni a fájdalmas igazságot azzal kapcsolatban, hogy miért maradunk együtt azokkal az emberekkel, akik bár állításuk szerint szeretnek minket, újra és újra bántanak minket. Megmutatja, és remélhetőleg felismerteti az olvasóval, hogy miért esünk bele mindig ugyanazokba az üres ígéretekkel teli csapdákba, amelyekből soha nem lesz semmi, és hogy a boldogan éltek, még meg nem haltak ígérete miért nem több csupán egy forgandó és csalódáskeltő illúziónál a narcisztikusokkal párkapcsolatban élők esetében. Kénytelen leszel beismerni azt is, amire sosem gondoltál volna. Azaz, hogy amennyire áldozat vagy, Épp annyira a te hibád is, hogy diszfunkcionális kapcsolatban élsz, éltél. Mivel a tudás hatalom, és a könyvet olvasva megtudod, amit meg kell tudnod, számíts arra, hogy izgatottságot és inspirációt fogsz érezni. A könyv nélkülözhetetlen forrás lesz, amikor elkezded felismerni, hogy miért szeretsz bele mindig olyanokba, akik kezdetben gyakorlatilag tökéletesnek tűnnek, így egy csapásra le is vesznek a lábadról, és hirtelen a legjobb barátoddá, bizalmasoddá, lelkitársaddá válnak. Segít megérteni azt is, hogy ezek az úgynevezett lelkitársak miért vetik le állarcukat, hogy felfedjék bántalmazó és néha igencsak rosszindulatú és narcisztikus valójukat. Ugyanaz az ember, csak másik arccal. Saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen a társfüggő szerepét játszani az emberi mágnes szindrómában. Visszatekintve már azt mondom, hogy egyértelműen látnom kellett volna a kapcsolatokat működésképtelenné tevő mintákat. Két rossz házasságot és számtalan kapcsolatot éltem meg kártékony narcisztikusokkal. De ahhoz, hogy erre rádöbbenjek, el kellett érnem azt a bizonyos mélypontot, amely 2003-ban jött el. Ekkor már nem volt más választásom, mint kiszállni az őrült hullámvasútból. Az egyik barátom egyetlen mondattal változtatta meg az egész életemet, amikor ezt mondta. Minden nő, akibe beleszeretsz, tulajdonképpen ugyanaz az ember csak másik arccal. Ezzel a mondattal ráébresztett az igazságra. Hideg zuhanyként ért a dolog, de végre kinyílt a szemem felismertem, hogy az az én problémám, hogy mindig ugyanolyan veszélyes és kellemetlen narcisztikus nőkkel éltem kapcsolatban, akik mellett sohasem tapasztaltam meg a szerelmet, a tiszteletet és a gondoskodást, pedig olyannyira vágytam volna rájuk. Az üzenet már-már megtévesztően egyszerű volt, mégis alapjaiban rengette meg addigi életemet. Ez volt az első alkalom, amikor egyáltalán elgondolkodtam azon, hogy nem csupán valamiféle bal szerencséről van szó, hanem talán velem is lehet valami baj. Az áldozatmentalitás feladása keserű pirulának bizonyult. Értelmet nyert a mondás, mely szerint őrültség valamit újra és újra ugyanúgy csinálni, majd azt várni, hogy más eredményre jussunk. Végre készen álltam arra, hogy felelősséget vállaljak cselekedeteimért, leszálljak a mélybe, szembenézzek félelmeimmel, kezembe vegyem a jövőmet, és leszámoljak a kapcsolati öngyilkossági mintákkal. Végre készen álltam arra, hogy felhagyjak az őrültséggel. Nem fogok hazudni, nagyon nehéz volt. Időbetelt, kellemetlen volt és nagy erőfeszítést igényelt, míg kikecmeregtem ebből az ördögi körből. Ehhez el kellett hinnem, hogy a lehetetlen mégis lehetséges, hogy hibáim ellenére tökéletes vagyok úgy, ahogy vagyok. Nem várhatom el, hogy mások így gondolják, ha én magam nem így gondolom. A félelem, szégyen és magány fortyogó üstjéből emelkedett fel az elhatározásom, hogy nem futok tovább a fájdalom elől, hanem megoldom a gondjaimat. Biztosra veszem, hogy a 17 éves énem kinevetett volna, ha azt mondtam volna neki, hogy felnőttként olyan témáról fog könyvet írni, amelyel már 1978-ban is találkozott, és amelyet akkor kezdett el szépen lassan megérteni. Ahogyan az is teljesen hihetetlen lett volna neki, hogy a könyvből 50 ezer példányt adnak el, négy nyelvre lefordítják, és ezrek életét változtatja meg. Arról a YouTube-csatornáról nem is beszélve, amelynek videói már több mint 7 milliós megtekintésnél tartanak, és amelynek több mint 75 ezer feliratkozója van. Hello, 17 éves énem! Megcsináltuk! A világ megváltoztatásának ötlete nem is volt őrültség. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részleteket kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.